kemény. Ez a maláj futóruha. Hát mondjuk most fusson, mert most nincs annyira meleg. És itt van ez a jó kis indiai étterem, ahol olyan csípőset ettünk, hogy azt hittem belehalok. Mehetsz. De amilyen csípős volt, olyan finom. Isteni volt, ez is ilyen önkiszolgáló kajára. Össze lehet válogatni mindent. És nagyon jó volt. Igen, ezt is megmutatjuk. Itt a mindent belengő durian. Minden. Hol az undorító szagát lehet érezni. De itt valami hihetetlen, hogy mekkora kultúrája van. Sok helyen Ázsiában találkoztam, sőt Zanzibáron is vele. Bizony, köszönjük a kökárlát. De itt durian bárok vannak. És nagyon sajnálom, hogy most nem tudok szagot mutatni, de ez valami borzalmasan büdös. Igen. Apának fog meg a kezét most, jó? Jaj, hát megállt. Vigyázz! Itt vannak sorban gyermes ételszállító motorok. Most már inkább megint ünneplőbe van öltözve. Tegnap is már így volt. Igen, igen. Nem tudjuk, csak sejtjük, hogy valamiféle nemzeti ünnep lehetett, mert zárva voltak a boltok, bankok. A mallokban persze nem. Picit figyelj csak. És hogy ilyen ünnepségek voltak több helyen. Hogy lehet, utána nézek. Egy kicsit. Ott jön az emeletes busz, és megmutatom, hogy még mindig olyan szépen látszik a hold. Maradunk ezen az oldalon. Fehérben is nagyon jól néz ki, de így most nagyon különleges, nem? Igen.
Ez pedig az a ház, ami eltakarja előlünk a Petronaszt egy kicsit. Ez az estvértorony. Igen. Az pedig itt eltorony. Az egyik torony, a másik torony. Milyen színű a másik torony, mert ez nem nagyon látszik. Jaj, hát ott van a tévétorony is. Ott meg ma voltunk, de nem mentünk végül föl.